Üdvözlöm a kedves tévénézőket! A következő percekben összefoglalót adunk a Bicske-Tordas megy 1-es bajnoki labdarúgó mérkőzésről. E találkozó előtt a vendég tordasi csapat egy győzelem mellett 2 vereséggel rendelkezett, 4-8-as gólkülönbséggel és 3 szerzett ponttal. Ellenben a hazai csapat, a Bicskeiek, 2 győzelem, 1 döntetlen és 0 vereséggel és 11-2-es gólkülönbséggel álltak a tabella harmadik helyén. Világos kék felsőben jobbról balra támadnak a vendégek, tiszta sárgába csapatunk a Bicskei tornaklub játszik. A mai találkozón sem maradhat el a Bicske pálya jó hangulata, amelyről a Bicskei bélközép gondoskodik, mellett a jó időjárás és az egyre emelkedő nézőszám. Még mielőtt lemaradnánk fontosabb eseményről, gyorsan a vendégek összeállítása. Kapuban Kires Attila további játékosok, Kőszegi, Hadnagy, Kerényi, Szép, Bakos, Farkas, Kun, Tőke, Vörös és Pongrácz. Csereként szóhoz jutott még 85. perctől Szabó Tamás, a 46. perctől Smok Gergely, a mérkőzés játékvezetője Szabó János, asszisztensei Polgár Zsolt és Dolmány Tamás. A mérkőzés 11. percében járunk, Rigótól balra kikerül a labda Dukon Gergőhöz, Dukon futtából remekül adja be a labdát, és jókor érkezik Németh Erik, aki jobb külsővel bebombázta a labdát a tordasi kapujába. Kires Attila ugyan rajta volt, de nem tehetett, nem tudta védeni ezt a jól eltalált lövést, amelyet Németh Erik eresztett meg a tordasi kapujába. Így tehát ezzel a Németh góllal megvan a Bicskek vezető találata, Németh Eriknek ez pedig már 4. mérkőzés, 4. találata. Megvan tehát a Bicskelyek vezető gólja ezzel a szép, korszerű támadás után befejezett góllal. Igazos vagyok a Bicske csapat összeállításával. Kapuban Milint Árpád, további játékosok Szarvas Péter, Sötét Dávid, Máj Gábor, Dukon Gergő, Bognár György, Szilágyi László, Varga Zoltán, Németh Erik, Móri Tamás és Rigó Gábor kezdő 11-el léptek a pályára. Csereként szóhoz jutott még Varga Zoltán helyett a 46. perctől kezdődően Katona Lajos, 70. perctől Németh Erik helyére Rados Gergő állt, és a 91. percben Rigó Gábort Pásztor László váltotta föl. Cserepadon foglalt még hát Bence Köntös Marton, a csapat vezetőedzője Raffai Rudolf, a tordasi csapat vezetőedzője pedig Korolovszki Gábor. És akkor néhány szót az eredményekről, hiszen tordasiak, mint már mondottam, mindössze egy győzelemmel érkeztek ide, azt a tordas az előző fordulóban Polgárd ellen adta, amikor 3-0-ra győzték le a vendégeket, Kun Bálint 2 góljával és Szabó Tamás 1 góljával. Az első fordulóban Gárdony ellen 2-1-es vereséget szenvedtek, itt a gólszerző Vörös Ferenc volt, másik fordulóban pedig Iváncs otthonában 6-0-as vereség volt a csapat sorsa. Móri 3 védőn túljutva kitolta a labdát balra, beadt, pontosan becentrezi a labdát, és ott jön Rigó a labda elé, és fejese sajnos gyengére sikeredett. Itt újból Rigó a főszereplő, bala mellé lép, megsújítja a labdát, és hajszállal ment az csak mellé. Bognár Gyuri miután túlverekedte magát egyik védőjén, jól indította a Varga Zoltánt, aki megiramodik, jól szökteti Móri Tamást, Móri Tamás remekül adja be a labdát, becenterzi pont, oda Németh Erik fejére, akinek fejesét védte Kires. Azért, hogy védőink ne unatkozzanak, most egy beadást fejeltek ki oda Montúra. Szilágyival szemben szabálytalankodtak a vendégek, oda kerül Rigóhoz, jól tolja ki a labdát balra Varga Zoltánhoz. Varga jól cselesz befelé, jön a labda elé, Szilágyi balra lő, és ott a gól! Nagyszerű támadás! Után egy szép ballábos lövés Szilágyi részéről, és megvan csapatunk második találata itt az első félidő végéhez közeledve a mérkőzés 40. percében. Szilágyi találatával tehát 2-0 arányban vezet a Bicskei csapat. Nagyon szép támadás volt, nagyon helyesen intett előnyszabát a játékvezető Szabó János, hagyta, hogy menjen a játék tovább, és abból született a gól. Egy újabb baloldali Bicskei támadás, jól adnak be, ott az ittszer, és bizony Németh Erik. Óriási gólhelyzetben a bal felső sarok mellé fejelte labdát. Itt olyból Bognár indította Vargát, Varga Zoli, egy csel, két csel, maga elé teszi, és ballábos lövését védte Kires Attila, de azért biztos, ami biztos rávetődött még a vendég kapuvédője. Itt a másik oldalon Kun Bálint jól veszi észre, hogy két védő között be lehet adni a labdát, de Máj Gábor maga biztosan rúgta ki a labdát. Újból Varga Zoltán
próbál hátvágni egy-két védőt, Szilágyi kihozt egy kötényt, tovább megy a támadás a Bicskek részéről, adogatnak egyelőre a Bicskelyek, Bognár György, nagyon nagy labdát tesz ki oda jobbra, visszafejeli csatárunk a labdát, Móri Tamás még kapásból lövi az kapura, de bizony nem talált el jól, nagyon nagy volt az elgondolás, sajnos a kivitelezés egy kicsit rosszul sikeredett. Na kérem, ennyi volt az első játékrész összefoglalója, itt pedig a vendégek edzője Kororovszki Gábor adott még egy utolsó taktikai utasítást Smok Gergelynek, aki Tőke Krisztián helyét foglalt el itt a második játékrész elején. A szünetben én úgy gondolom, hogy a vendégek vezető edzője Kororovszki Gábor alapos fejmosásban részesítette csapatának tagjait. Itt viszont a másik játékrészt is mi kezdtük jobban, Rigó elő csak éppen, hogy haza tudták pöccinteni a labdát a vendégjátékosok. Na nézzük, egy szép támadás, visszafelt labda Máj Gábor részéről, Rigó, Bognár Gyuri, nagyon nagy játék, Katona kibalra, Németh Erik, ott a helyzet, de már lesen tartózkodott a Bicskeiek gólerős csatára. Egy előrévelt labdát Kun Bálint szerzett meg Szarvas Péter mellett, és a felfutó Smok Gergelynek passzolja a labdát, aki kifutó kapusunk mellett bevágja a lasztit a Bicskei kapujába. Ezzel 2-1-re szépítenek a vendégek. Tehát úgy kezdődött, hogy remekül vette le a labdát Kun Bálint, Szarvas Péter mellett némi szerencsével mondjuk meg őszintén, de jól szöktette a felfutó Smok Gergelyt, aki nemrég állt be, hiszen a második félidő elején cserélte be őt Kororovszki Gábor. Gergely ezzel a góllal köszönte meg a beállítását. Itt még már jobb oldalon Móri Tamás ott be, remekül centerezi be labdát, és Németh Erik ötésvere sarkára zúgó kapufát lőtt. Óriási gólszerzési lehetőség volt Németh Erik előtt, de még ott van a labda. Végül is a vendég kapuvédője, Kires Attila, ha nehezen is, de megfogja, lehúzza a labdát. Többször lehetett volna ebből a támadásból gólt szerezni. Újból jönnek a Bicskeiek, és egy újabb beadás. Éme egy fejes Katona Lajos részéről, de az jócskán elkerülte a tordasi a kapuját. A Bicskei B közép mindent megtett annak érdekében, hogy jól játszanak a srácok. Éme egy beivel, és után sötét maradt le. Itt pedig Németh Erik orrcsontörés szenvedett. Őt le kellett cserélni a 70. percben helyére a Rados Gergőt. Itt pedig Bognár György beívelését Kires Attila maga biztosan ötlözte ki. Itt még a vendégek támadnak. Kunan Bálint remekül passzolja játékos társának, ő jól tette vissza, és ez a kapurölövés Kun Bálint részéről jócskán elkerült a kapunkat. Móri beadására nagyon jó érkezik Rió Gábor, aki befejeli csapatunk harmadik gólját. Nagyon pontosan elvégzett szabaddugást láthattunk Móri Tamás részéről, aki ezen a napon ünnepelte 38. születésnapját, és bizony nagyon kellett ez a pontos gólpassz, és ez a gól, hiszen a 75. percben, tehát negyed órával a befejezés előtt, úgy érzem, mintha megtört volna a jég Rigó Gábor fejes góljánál, hiszen 2-1-nél bizony voltak kedvező helyzetek a tordasiak előtt, amit ugyan nem tudtak kihasználni. Például itt is egy zicser, de nagyon jól blokkoltak védőink. Tehát 3-1-re vezetünk negyed órával a vége előtt, és a szülinapos Móri Tamásról csak annyit, hogy valamennyi bajnoki mérkőzésen eddig rúgott gólt, hiszen Móron 2-2-nél Németh Erik és Móri volt a gólszerző, Lajos Komárom elleni 3-0-as győzelemnél Németh, Móri és egy öngól volt, Velencén a 6 gólszerzője Varga Zoli 4, Németh Erik és Móri. Itt egyelőre Németh Erik, Szilágyi László és Rigó Gábor találataival 3-1 arányban vezetünk a tordas ellen. Pongrácz Péter szabadugás ugyan utat talált Milinte Árpádhoz, de Árpinek ez könnyű zsákmány volt. Itt pedig a szülinapos két védő között megy el, remekül centerőzi be a labdát, és Rigó a jobb oldali kapufát talált a teribe. Fantasztikus nagy lehetőség volt Rigó Gábor előtt, de még ott van, játszik a Bicske, passzolgatnak a 16-os előtt, míg nem egyik védő kirúgta a labdát. Itt Rigó Gábor jelzi, hogy igen, én voltam a tettes. Nagyon jól játszik az utolsó negyed órában a Bicskei csapat, beszorította ellenfelét, egyre másra vezette támadásit, Bognár teszi ki a labdát, ide balra Rigónak, Rigó beemeli, és érkezik Katona Lajos, aki közelről befejeli csapatunk negyedik találatát. No kérem,
Megvan tehát a negyedik bicskei gól, remek támadás után Rigó, még utána nyújt a labdának, jól tette be oda középre, Katona Lajos pedig jól érkezett és befejelte a kifutó Kires Attila mellett a labdát a Tordasi a kapujába. No kérem, itt csupán az utolsó percekre az a kérdés, hogy mennyivel győzzük le a Tordast, és még egy, hogy a szülinapos Móri Tamás rúg-e gólt ezen a találkozón, betalál-e a Tordasi a kapujába, vagy sem. Na nézzük akkor, Bognár teszi át a labdát ide balra, Móri Tamás kapja, az utolsó percben járunk, Móri lő, és ott a gól! Nagyon szép gól! No kérem, ez a 90. perc eseménye, Móri kilőtte a hosszú sarkot, nem volt nagy erejű lövés, de borzasztóan helyezett volt, oda tette a hosszúba, Kires Attila pedig nem tudta védeni. Mondjuk meg őszintén, egy kicsit benne volt a vendége kapuvédő is ebben a gólban, de ez nem csorbítja Móri érdemét, hiszen megvan a újabb találata, ezzel a góllal pedig ott egy arányban győzzük le a Tordas együttesét. Móri Tamás, a bicskei csapat kapitánya, a szurkolók köszönetét viszonozza tapsikázással, hiszen, mint azt látják a kedves nézők a háttérben, a bicskei délközép tagjai hatalmas transzparenssel köszöntötték a csapat utolsó gólszerzőjét, a bicskei csapat kapitányát a 38. szülinapján. A klubvezetés is kedveskedett egy üveg tokaival, Marton József mesterszakács legfinomabb ételeit élvezhette a sorozatban, háromszor győztesen levonuló, és az új évadban még veretlen bicskei TC csapata a mérkőzés utáni esti fiesztán. Véleményem alapján a bicskei csapatból kiemelkedő teljesítményt produkált ezen a mérkőzésen Szilágyi, Rigó, Móri és Németh Erik. Újabb győzelmünkkel maradtunk a harmadik helyen, az Iváncsa és a Mór csapatai mögött. Én úgy érzem, hogy ez a szurkolói vastaps jelzi a csapat értékelését és a mérkőzés színvonalát. Hosszabb mérkőzést soha ne lássunk, hiszen mindkét csapat felvállalta a nyílt sisakos támadójátékot, melynek a mai győztese csapatunk mellett a nézők és azok a szurkolók, akik kilátogattak erre a mérkőzésre. A nézők között fehér öltözetben a tapsoló és az MB2-ben szereplő Csendes Péter volt játékos társat köszöntenek csapatunk tagjai. Végezetül kérem önöket, hogy hallgassuk meg együtt a két szakvezető véleményét a mérkőzésről. Gratulálok a mai győzelemhez. A végén sima lett ez a mérkőzés, de te hogy láttad, hogyan értékeled a mai találkozót? Mint ahogy vártuk is, hogy az ellenfél be fog állni védekezésbe és megpróbálkozik kontrákkal, ez is történt, és egy jó ideig sikerült is nekik ezt egész jó megvalósítani. A végére úgy érzem, hogy az erőfölényünk kijött, volt több kapufánk, volt több helyzetünk, amiket nem tudtunk berúgni. Valójában azt vártam, hogy utóbb fő fogjuk törni az ellenfél védelmét, és megszerezzük a 3 pontot. Nagyjából szerkezeti játékkal elégedett vagy? A szerkezeti játékkal elégedett vagyok, csak a helyzet kihasználásokra van némi elvárásom még, mivel hogy nagyon sok helyzetünk kimaradt ma is. A megsérült játékosunk Németh Erikkel mi a helyzet legfrissebb hírként? A legfrissebb hír az, hogy ha minden igaz, akkor nem tört el az orrcsontja, és ez örömmel tölt el, mivel egy gólérzékeny csatárunkról beszélünk. Egy mondatot a velencei mérkőzésről, a 6-0-ás győzelmünkről. A 6-0-ás győzelem az elején valójában ott is még fel nem törtük az ellenfélnek a védelmét, mint ahogy vártam is, Velencén is beálltak védekezni, amikor már föltörtük, utána már könnyebb volt az eredményt javítani. Mi a véleményed a magyar kupa sorsolásról, hiszen abban a kupában várapodott az ellenfél, milyen esélyekkel vágunk ennek a mérkőzésnek? Valójában ez egy kétélű kard, mivel egy ugyanolyan osztályba szereplő csapatot kaptunk, mint mi. Itt némi hiányérzetem van, mert húzhattak volna minket előbb, és akkor hazai pályán játszhattunk volna velük. Így ez megnehezíti a dolgunkat, mivel idegenben játszunk, de én remélem azt, hogy tovább tudunk jutni most is. Hát, így legyen a bajnokságban is, és a kupában is további sok sikert. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Kororoszki Gábort látják, a Tordasi csapat vezető edzőjét.
Hát én úgy érzem, hogy jól kikiabáltad magad a mérkőzésen, de nem nagyon lett meg az eredménye, vagy te hogyan láttad a mérkőzést? Hát 5-1 után nem mondhatom, hogy meg ez az eredmény. Hát azért sokáig tartottátok magatokat, tehát volt eredménye, csak az utolsó talán negyed órában estetek össze. Hát az első fél időt odaadtuk az ellenfélnek, az biztos, az teljesen mértékben nem is átaludtuk, hanem el sem jöttünk az alvásra se. Aztán a másik fél időt nagyon jól kezdtük, ugye rögtön egy góllal, akkor úgy éreztem, hogy egy picit talán beleszólhatunk a mérkőzésbe, de a Bicska egy nagyon jó csapat, egy tapasztalt csapat, egy rutinos csapat, egy egységes csapat, tudják, mit kell ilyenkor csinálni. Törték a játékot, labdát tartottak, megfutották a területeket hátul, kivették belőlünk a ritmust. Aztán a legvégén már nyilvánvalóan kicsit fel kellett adni a lehetőségeket, értve a Bicskén, 3-1-nél pedig már kicsit rizikozni kellett jobban a vége felé, és azt a Bicske megint csak elég szigorúan kihasználta. Talán egy kicsit téged sújt a sors, hiszen tegnap az ifjúsági mérkőzésen ugyanez volt. 3-0-ra vezetett Bicske, és följöttetek 3-2-re, ugyanúgy 2-re följöttetek, és érdett az egyenlítés. Hasonló volt a tegnapi mérkőzéshez ez a följöveteletek. Nem a sors szerintem, hanem ez inkább még kicsit a mentalitás hiánya, hogy azt hiszik a játékosok, úgy érzem még, vagy nem jutott még el az agyuk teljesen, hogy ez 90 perces mérkőzés, nem csak úgy, amikor éppen van kedvünk. A jó hír az, hogy azért mind a két mérkőzésen észrevették, hogy mi a hiba, és beleálltak a munkába, és csinálták a mérkőzést, és meccsben is voltunk a tegnapi mérkőzésen, az ifi meccsen is elég rendesen, perceken múlt, hogy nem lett döntetlen. A mai az nem perceken múlt, az első fél azért Bicske kitott volna minket azért végezni elég rendesen. Ezúttal is köszönöm nekik, hogy nem tették meg, de a másik fél ez megtörtént. Mentális, nem is azt mondom, hogy hiányosak vannak, de mentálisan kell nekünk erősebbnek lenni, hogy igenis a perctől a 95. percig meccsbe lenni, és nem feladni akkor sem, hogyha 1, ha 2, vagy ha 3-0, mert mindenhonnan lehet visszajönni. Ez még a csapatod jobb is, és mit vársz a végelszámolás a csapatoddal szemben? Ugye 6 hete dolgozom a csapattal, ebben nagyjából 20 edzés volt, tehát azért csodát nem lehet művelni 20 edzés alatt. Hát először is erről létez. Én szeretnék egy csapatot, egy közösséget kovácsolni, aki tudja, hogy mit kell csinálni, akik egyszerre mennek egy irányba. Az egy hosszú munka, én azt kértem a vezetőségtől, hogy azért az őszt mindenképpen sajnos úgy látom, hogy reálisan rá kell áldozni. Tavasszal szeretnék egy jó egységes csapatot, de nyilván azt is tudom, hogy vannak azért a megyében előttünk olyan csapatok, akik igenis szakmailag egy előrébb tartanak, úgyhogy szeretnék egy jó közösséget, egy egységes, értékelhető csapatot látni heteken belül. Ehhez kívánok sok sikert, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.